Sziasztok! Na, most már látok mindent. Szevasztok, sziasztok! Na, mit ígértem még annó, nem volt olyan rég, hogy új játékokat is ki fogunk próbálni a csatornán. Ez most sem változott, és most egyébként egy új játékot hoztam. Ez pedig a Battle Right. Nem titkolt célja az, hogy ez már direkt módon készült streamelésre, Twitchre, lootboxokkal, hasonlókkal tarkítva, de akkor meg is nézzük, most még egyelőre a tutorial misszióban vagyok, de gondoltam, hogy lövök egy streamet, mert ezt meg kell nézni. Nagyon hasonlít a WoW Arénára egyébként, de majd ki fog ez derülni a játékban. Hát akkor menjünk is tovább. Volt egy nagyon egyszerű kis ability powerek megtanítása, és akkor most tovább megyek. Egyébként a játék teljesen ingyenes Steamen elérhető mindenki számára, úgyhogy ez is egy ilyen PR fogás, ha úgy tetszik, hogy kicsit ilyen mikrotranszakciós rendszer van benne, de nem a szó szoros értelmében, hanem ilyen lootboxokat, meg ilyen kütyüket lehet benne. Szia Timi, szia! Picit a hangból még veszek vissza. 2014 óta minden játék ült. Most direkt ölet, hogy itt megtanuljam magamat gyógyítani. Jó, Timi. Azért örülök, hogy itt vagy. Meg sok sikert holnapra, persze. Na, éljen túl a csapdákat, kíváncsi vagyok. Hoppá! Az igen. Azt mondja, orbok gyógyítanak. A teljes élet energiát generál a csapat társaknak. Köszönöm. Igen, elég poénnak néz ki egyébként, és nem is sokat foglal a játék. Your team claimed the orb. Ez így durva. Érdekes tutoriál misszió. Ezek az orbok tiszta olyanok, mint Hócsba. Szia! Mi a csöcsök hullanak?
Koloska, vagy mi a fene? Na. Csodálatos. Your team won the orb. Jó. Normálisan. Nehéz, basszus. Megint poloskák. Nem nagyon lehet ugrani a kis helytől. Azt mondja, the death protect is heavy damage. Jó. Akkor a vertexeket ki kell kerülni. Vagy hát a vertexet. Hogy igen, beállunk középre. De érdekes, hogy viszonylag ilyen jó grafikája tud lenni ahhoz képest, hogy azt hiszem nincs 2 giga a játék. Na. Megcsináltuk ezt a részt, most egy bajnokot kell kihívni. Hoppá. Mi a fene? Hú, de kicsit hasonlít Bátra a LOL-ból. Meg kell ölni. Háromszor. Use blast, volt, space, dodge, enemy attack. Jó, hát ezt csináltam eddig is. Vajon ezek PvP esetében is lesznek ezek a kis élettöltő pakok? Van ultim, ezért fel tudom kasztolni. Meg is jövöttem. Gee. Round one. That's that. Easy shooting. Egész jó. Gyors. Dinamikus. Tényleg tiszta búvaréna egyébként. Na így szeretem a PvP-t, hogyha arra van kihegyezve egy játék. De hogyha van benne PvE, akkor inkább PvE, akkor inkább azt preferálom. Bosszok ellen, meg ezek cuccok ellen. Amiben úgy együtt kell még, mint mondjuk a Diablo. Nagyon sokat tölt ez a orb az energiámon. Hoppá. Your team claimed the orb. Jó, mellé nyomtam most. Basszus.
Ezeket át tudunk, de nem is kell. Eddig tetszik. Rejlik ebbe a lehetőség, én úgy nézem. Na, megnyertük a meccset. Kaptuk a chestet. Defeat Yumong. Abba a pillanatban Yumong. My bow is eager for new prey. De jó. You don't stand a chance. Micsoda Hunter. Meg ez már másik pálya is. Na, before entering the arena. Battle rights increase the power of your ability. You can craft and customize your own loadouts. Aha, tehát úgy, mint a mondjuk a Smite-nak a játékában van, hogy el lehet készíteni a kezdő szettünket, amivel majd bejövünk játszani. Itt van ez a default loadout, amivel eddig is jöttünk. Most ugye csak ez az egy van, itt nem látok olyat, hogy great vagy valami. Szóval gondolom ezt kell kiválasztani. De majd itt el tudjuk készíteni az ability-eljeinket. Ja igen, itt tudjuk is. Customize. Aha, aha, aha. Más perkek a... Too many battle rise selected. Aha, 5-5 lehet. Tehát egy perket tudok most elosztani. Ha jól látom. 5-5, igen. Hát akkor ezt a hírelős perket kiveszem. Jó. És akkor eddig. Na, ez a pálya egész jól néz ki. Egyébként van egy ilyen kis valós design jellege a cuccnak. Hoppá! Munt is lesz, mint a Heroes of Stone-ban. Nagyszerű. Kis kecske. Hoppá! Nem nagyon küzdött az orbia. Kicsit keményebb már, mint az előző. Ó. Tehát megvan. Megvan. Micsoda effektek, kegyetlen. Egész jó. Gondolom majd gírt is lehet szerezni, de majd nyitunk ládákat itt a küzdelmek után. Poén ez a vatkan, hogy mi a fene ez.
is eager for new prey. Van neki csártyos lövése. Triplasot? Vagy milyen képesség? Jaj, felveszi. Á, felvettem. Nem figyeltem. Túltízni fog. Tanulja, hogyha... Az ulti volt. De miért mutatott tutoriálát? Azt csinál. Könyörgöm. Azért küzd. Kíváncsi leszek majd, ha van egy Blee karakter, ez mennyire irányítható. Eddig a zárt sereg azok, meg a távolságiak, vagy, illetve csak ezt láttam, az elég rugalmasnak tűnik. Biztos megint megszólt Chester, hogy abban ne hagyjam a játékot. Tipikusan, pofátlanul Twitch-re készítik. De jól teszik, hát ebben van a jövő. Jó. Na, defeat Raygon and Sirius. Aha. Itt már ketten leszünk, kettő ellen. 2v2. My sword is ready. I'll shed light upon your passing. Hú is. Prepare yourself. Két Blee karakter. Igen. Jó, ez a Bakó lesz a tank. Én meg természetesen a részt. Potkonra fel. Such an honor to fight alongside you again. Just like the good old days. Hát, ez meg ilyen kínai pálya. Na, ez viszont nagyon smite-os. Kártyajátékukban van ilyen pálya. Nyilván nem azzal kellett volna kezdeni, hanem a support karakterrel. Petrify. Bakker. Elszúrtam. Szevasz. Leszalás izgalmas a játék. Szevasz. Akkor egy picit haszelhoz az a szőrre. Interrupt.
Servus. Na, sima. Ez még simább volt, mint az 1v1. Azt hittem, hogy nehezebb lesz, hogy valami nyomorék kompjútert kapok, de nem. Na. 1000 forintot kap. Use battle coins to unlock new champions, chest and special cosmetics. Jó. Még ezt az 1000 tokenes questet. Aztán kész vagyunk a tutoriállal, ha jól láttam. Ez meg kicsit ilyen, mint az Akadémia vár a Heroes-ba, Heroes of Might and Magic-be. Úgy néz ki ez a pálya. Vannak ilyen kis energia globok is. Chunkshot. Ja, értem. Távol tudom tartani az ellenfelet tőle. Szia, Balú! Tök jó, hogy itt vagy, de itt láttalak. Lehet ilyen módok közül választani. Volt ott más stream, Balú, azért. De most egyébként... tehát ha nincs, akkor általában az ilyen orvosi kezelés alatt vagyok is, akkor azért nincs, ha nincs. De azért igyekszem persze tartani. Ja, hát igen, igen, nem te. Ez egy érdekes szisztéma. Tehát vannak olyan képességek, amiket ha shiftet nyomok, akkor átvált egy másik ability-re. Látjátok, a Q meg a jobb klik az most ilyen. Tehát ilyen, kvázi ilyen stance. Ez a shift megnyomásával előjönnek a új
mindenségét, képességet. Energiákat felszedni. Na, még két ellenféltől kell megmenteni, megvédeni. Nem sikerült. Újra. Ugye ezzel majd a support képességeket tanítja meg a igazi arénára. Hogyha bajban van a csapattársak, mivel lehet megóvni az életét. Silence, stun, van minden, kérek. Egyébként majd a hocs is folytatódni fog, meg ugye az AC végigjátszás. Meg áttöltöm YouTube-ra, úgy döntöttem, hogy letoljom én a YouTube-ot. Úgyhogy ott visszanézhetők a videók. Az Origins-t, az Origin végigjátszás megy. A main story-t azt videón tolom ki. Van egy csomó mellékküldetést, azt nem mindegyiket közvetítem, de a main story-nak az alakulását, ezt egyértelműen. Na. Ilyes AI vagy multiplayer most egyelőre. VS-re itt menni kéne. Bár most itt vannak a championok, na nézzük csak. A Bacon Tournament, sign me up! Ez itt büdös megy okra. I am the boogeyman. I am the boogeyman. Azt a szentség. Ez kicsit úgy néz ki, mint Reaper és Malfurion találkozása. Let me teach you a lesson. Ez egész jó. Sifu, Sifu mester. My axe is sharp. Ezt nem tetszett. Can't wait. Go with me. Úristen, ez mi? Ez egy telibe kult darázs. Ez... Yoriknak meg egy Owentnek a találkozás. Igen. Ez ilyen Lich King-es.
This trusty weapon of mine? Can't go wrong with little old me. Where is the challenge? I love the smell. It is for Tor. Restless spirit. My hand draws the way. I wonder where that scary tree. I'm the toughest of the bunch. Igen, a Lich King, és ez elég jól néz ki. Ez meg tiszta tudás. Ez tiszta tudás, ez a karakter. Viszont elég drága ez a Lich King. Nem is jól látom, hogy ez Free Champion Rotation, vagy mi az a jel? Legendás Champion, vagy mi? Nem tudom. Mindegy, most egyelőre akkor választunk abból, ami van. Vies, ahogy jelen. Most egy bet tudtam pikkel. Nem egész szemvilágos ez még nekem, de majd letisztázódik. Meg utána, tényleg ezután a meccs után kinyitom a ládákat, hogy miket ad. De lehetett jönni Lich King-gel. Szerintem az, hogy free, de nem játszottam ezzel a játékkal. De a haverom már igen. Egész jónak tűnik egyébként. Tehát nem reménytelen ez a játék abszolút. Sőt. Hát érdekes. Egyelőre lassúnak tűnik legfőképpen. Ja, hogy ezzel teleportálok, aha. Hoppá, ez ultit kaptam. Ez meghalt. Mind egy kis görény. Van másodlagos felülésem. Ne. Fejezd be. Basszus. Nyomja is az ultit. Édes Isten. Jaj, jön a Subtended. Záródik egy idő után a pálya. Na, nekem ez a karakter, ez lassú. Ez a halálom lesz. Nem jó ez a Kali. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy... Nagyon lassú. Brutálisan. Ez a lövése. Ezzel tessen, ez meg az ulti. Hát nem nagy választék van ezzel. Silence-elni tudok. Lehet ezzel mondjuk, de... Na, az ultiját megnézem.
És miért ment le egy egységet az energia? Nem tudom, de meghalt. Kicsit ilyen troll meg Lich King keverék van, ilyen. De tetszik. Való érdemes kipróbálni egyébként, tehát ez... Nézd, kb. 2 giga az egész, ha jól láttam. Kőgenyó lenne a tank. Leszette az orbot a csapattársam. Ulti! Ez az ulti. Na hát ez a karakter, ez nem tetszik nekem. Népszerű lett most a streamen. Igen, egyébként mondom, ez már direkt arra készült, hogy streameljék. Az az érzésem, hogy a 2018-as évben kapni fogunk egy csomó ilyen Twitch-es játékot. A streamen az pusztolódik mindig, amelyik stream képes, ugye Twitch képes játékokat, azokat szeretik a streamen. Mint ugye a PlayerUnknown Battlegrounds, meg ugye a Fortnite most, meg ez az aréna, ez jó, mert ilyen nem nagyon van. Csak a WoW aréna, ami hasonló tényleg. Egész jó az a csapattársa. Mind a kettőre értem való. Figyelj, összedolgoznak ezek. Tehát ami streamen jó, az streamen is jó. Tehát ami Twitch-en jó, az... Ha streames, az csak még jobb. Meg ingyenes, ugye. Rögtön tudják közvetíteni az emberek. Figyelj, annó a Dota 2 is nagyon népszerű volt. Vá, van külön champion levelem, meg account levelem. Értem. Na, nézzük már meg a ládákat. Na, azt mondja, hogy kezdjük a G-tutoriált chest-től. Mik ezek a... Hú! Ilyen szinten customizálható? Akkor ez nagyon totás viszont. Oliva, Jade. Tehát, hogy oliva színű skin, egy Ricalor gyakorlatilag, 75 token. Jó. Nézzük ezt a silver chestet. Sütemény. Rare outfit erre a... Erre. Hát vártok el.
500 token. Aha. Kicsit ez meg olyan... Olyan... mire emlékeztet ez? Fortnite. Szerintem ez nagyon Fortnite-os a grafika. Na nézzük, nyissuk ezt a nagy legendásat. Ez epic. Ez zseniális. Tehát mindig akartam egy padlizsát. 75 token. Epic outfit. De komolyan néz ki ez a karakter. Jó, hát ezeket felteszem. Még van egy ilyen láda. Tej megsüti. Az egy zebrának a zombia. Biztos. Ez achievement volt. Nyissak ki öt outfitet. Na, szóval ez lenne itt a játéknak a menüje. Most már megkaptam ezt is. Ugye egyből shoppal indít, hogy itt el tudjad verni az összes pénzedet, amit félretettél. Jobb dolgokra. Igen, ez meg viszont ez a shop, ez meg ez is inkább ilyen Fortnite-osra emlékeztet, de ez nekem tetszik ez a design. Itt vannak a championok, hogy mennyit unlockoltam rá, ez ilyen Overwatch-os témában vannak. Muntok. Látom már. Kárpit, ugyanúgy, mint a hocsba. Ugye a Facebookon lájkolsz, akkor kapsz egy izét, egy lázlehúzó kúpot, értek mindent. Jó, hát ez nagyon divatos most, hogy lájkol Facebookon az ember, Twitteren, Instagramon, Twitchen, és akkor különböző dolgokat adnak neki. Ahogy ez meg direkt ilyen Halloween-i chestből volt. Aha. Itt azért látok egy-két ilyen kopit. Na jó, mindegy, nyomuljunk egyet szerintem, nyomuljunk egyet. Pre-season league már van. Privát, battleground. Esküszöm tetszik. Na, a casual. Erről gyorsan leváltunk erről a karakterről. Ki kéne próbálni egy bleed. $4,450. Úristen. For the battle. Aha. Jézus. Úristen. Itt aztán lesz. Minden. Jó, Freya, ki kell próbálni. Casual match 2v2, nézzük. Ilyen láncot, ilyen szartak, az hasz magad. Ez most kegyetlen divatos, minden játékba beleépítik most már. Hát itt van most az új kod, abban is benne van. Valamilyen szinten azért AC-ba is van egyébként. Ilyen láda rendszer, meg itemrendszer. Hát, ha színesíti, akkor legyen. Még jó, hogy nem erőlteti rá, hogy vásároljuk.
azt utálom, amikor bevédlan valami, hogy most vedd meg ezt a szörnyeteget, most ez 25%-kal olcsóbb, azt nem szeretem. Amikor kivillan és a pofádba tolja. Hocsba is nagyon sikeres lett mondjuk a 2.0-ával. Nézzük. Valami híres. Bónusz remincs. Increase movement. Erre fogok rakni egyet. Ezzel meg hajítok. Aha. Jó. Ennek mennyire illik ez a kecske. Feljárnak nagyon. Kicsit ilyen német asszonynak tűnik, de jó. Milyen menő már? Megvan, megvan az volt. Ez az. Azt mondja, nekem a kedvenc szememom a Neverwinter, és ott a játékon belül lehet venni sima pénzt. Egyébként Neverwintereztem régen, amíg a régi gépen ment, csak azon nem ment, nekem is tetszett. MMO-ban nagyon jó. Ezt tetszik ez a játék. Ezt nagyon poén. Kis egyszerű, de nagyszerű. Szevasz! Hello! Szia! Tuti! Na. 2-0. Ez a Freya, mint tetszik is. Ez az. Meghalt.
Ah, megölt. Gyerünk, haver. Az a pont, velem még elmélt levelet, mert borzasztó unalmas, de volt olyan, hogy egy nap alatt felmentem annyira. Az durva. Tényleg. Hát elég lassú volt. Mondasz valamit. De mondjuk még mindig gyorsabb, mint az Archie-t. Vagy a Lord of the Rings online volt. Tetszett ezzel Freyjával még egyet. Aha. Itt is vannak ilyen legendás skinek. Mennyire menő már azért? 3000. Level 10-es kell hozzá. Aha. Skillhez van kötve. A Bone Crusher Color. Micsoda fegyver. Arctic Hammer. Úristen! Tényleg jó, tényleg jó. Tetszik. Annyira szeretem az ilyen letisztult dolgokat egyébként, amikor nincs túl bonyolítva, nincs túl színezve. Ez ilyen tök jó, ez a vonal, amit fölvettek mostanában. LOL is ilyet vett fel amúgy. Most egy kicsit hátravetett az új karakter, ugye ez a kisugrálós cucc, mert azt úgy érzem, hogy nem nagyon illik a képbe. De amúgy, amire átalakították azt is, ugye, az is tetszik. És itt van, hogy ha szintet lépek vele, aha. Tehát olyan, mint a hocsba, hogyha húzod a championt, akkor itt vannak a rewardok. Hogy mennyi mindent tudsz vele ki farmolni. Teljesen jó, teljesen jó. De nekem tényleg gyanús olyan, mintha Hi-Rez stúdió adta volna ki, tehát... Sokan nem szeretik az új rúra rendszert, miatt én csak azért nem, mert teljesen új metát kell felállítani. Igen, bár mondjuk nyilatkozták a pro playerek, hogy nekik tetszik az új rúra rendszer, meg hasznosnak tűnik. Hát furcsa. De hát ugye mindig megdugják a szezon, preszezonból a dolgokat. De ezt hozzá lehet szokni. Ez nekem így jó volt ez a loadout.
Do Not Cry nevezetűt. Van, mekkora kolibontja kuszkálnak ott. Ezek már jól jönnek. Azt a mindenit. Ne. Fejezd be. Jó. Hook. Basszus. Blitzcrank hookja van. Igazából csak annyit tudok, hogy vagy a rúnák, vagy az karakterek nagyon le lesznek, nerfelve. Szerintem a karakterek akkor igyekjában elfelik a cuccot. Nem tudom, én annyit hallottam, hogy Ezreal-nek van egy ilyen rúna, amit hogyha kiveszel, akkor egy hiteled a tankot. Valami ilyesmit hallottam, nem tudom, hogy igaz, én még nem próbáltam az új rúna rendszer. Majd lehet, hogy kipróbálom. Basszus. Ne! Na! Kicsit el vagyunk verve. És ez a... Ez a Reaper fejű. Elég erősnek tűnik az a karakter. Mekkora sírja van ennek, basszus. Megvan az ork. Kinyílnak. Elolvistam. Gyere, Gulti! Hát ez csodálatosan benyomtam. Mindegy, ez meghalt. Hát ez csodálatos megint. Jól. Azt mondja, ez így nem úgy van, hanem két kúból megölsz egy ADC-t vagy vides. Az mondjuk szép. Na, 33 betűkoint, meg egy silver chest. Ezzel menjünk még egyet.
Azért itt nézem, hogy szépen beépülnek a Twitch-be most már a dolgok. Hogy a közvetítés alatt már mutatja, hogy hol tudsz kemet venni, meg ilyenek. Okos kis dolog ez. Az AC-nél is mutatja, amikor pakkokat, hogy hol tudod a Horus pakkot, meg a hasonlókat megvásárolni. Fel fog ez is kerülni a YouTube-ra, a Shadow of Mordor AC, meg a kreatív videó mellé. Végigjátszások mellé. És nekem tényleg tetszik. Tök jó gép. Alacsony erőforrás igényű, szórakoztató, teljesen jó. Ha még esetleg valaki nincs feliratkozva, azt megköszönöm, ha feliratkozik. Meg akkor látni fogja, hogy mikor streamelek. Akár YouTube-on visszanézi ezt a videót, akár élőben nézi, nyugodtan iratkozzon fel, nem kerül semmibe, és akkor fog értesülni e-mailben is a streamről. Ez a reklám helye volt. Köszönöm szépen. Na, kicsit a matchmaking hosszú, ez a mágnes picsájú asszonnyal nem találok senkit. Ha már így eszembe jutott Freyjáról, a Ragnarök, Thor Ragnarök film mellett nagyon kampányolnék, hogyha még nem láttad Balute például, akkor mindenképpen egy nézést megír. Spoilerezni nem fogok természetesen, de érdemes ráfeküdni. Ezen a pályán még nem voltam. Ez a pályán tényleg nem voltam még. Úristen! Ezek ugyanazok lennének? Nem. Az oké. Ez az. Counter. Na. Szép. Ez egy taps. Nekem a Bleach karakterek jobban bejönnek, én úgy érzem egyelőre.
fosse Kodash. Gyere adok itt sem a lehet a kuszikba. Úristen, milyen lekötése van ennek. Szép. Á, megölt. A picsába. Orientálódni kéne középre, mert jön a Death Vortex. Azt a mindenit, az a... Hogy megsoroztam? Ne. Ócs. Nem értem viszont, hogy az Orc most miért nem adott annyit, hogy legyen ultink. Egy-egy. Megpróbálok nem halmal megtöklöni. Megvan. Halott. Nice. Van ott élet. Nincs. De ott igen. Jó. Fasza. Round one. Every win's a step on the way. Tök izgalmas, mondom. Tök jó. Dinamikus fasza. Nem is reméltem, hogy egy ingyenes játék ennyire dinamikus lehet meg. Jó, azt hittem tele lesz bákkal. Connection problém sincs. Bár lehet, hogyha majd felfedezik a játékot és kicsit megrottyantják playerre, akkor... Nyissunk már egy cseszt. Ezek a kapszulák mondjuk elég gagyik így elsőre. Ez aztán a póz. Ez a sok lolos játékosra emlékeztet. Lámpion. Na. Menjünk még, ez jó. 2v2. Tényleg a legfontosabb kiemelni azt, hogy nagyon fluid, tehát nagyon jó a játék. Nem szaggat. Egyelőre a server connection-nál sincs probléma. Ingyenes. Ugye? Eddig tetszik. Loot rendszert, vagyis ezt a lootbox rendszert se tolja a szádba, hanem lehetőségként ajánlja fel, úgyhogy ez pozitív.
Közben itt mutatom már, hogy a customizációnál mennyi lehetőség lesz. Outfitek ugye, ezek a Ricolor skinek. Akkor bizony a skinekre is van ugye Ricolor verziója. Ez egy legendary skin, tök jól néz ki szerintem. Fegyverekre külön ugye itt láthatóak. Ez is nagyon fasza. Ez ugye magába ebbe a zöld cuccba kerül. Ez igen. Na ez így fasza. Ez a loadout. Csak ugye ehhez 10-es szintű karakter kell. Hármas szintnél kapok 50 Battle Coint. Elég rendesen kell farmolni egy drágább championra azért. Bele is lehet zoomolni. De jól néz ki ez a karakter. Gyanús, hogy ezt fogom megvenni. Az ellenfélben meg van megint egy olyan fa, meg az a kis kis dotásszerű lény, ami tud ilyen troll képességeket nyomatni. Most ezt jól megmagyaráztam, de ja. Stance-ben az elképesség átváltozik Thunder Slam-re. Na majd ezt kipróbáljuk most. We cannot fail, and they cannot win. I'm brimming with lightning. Three, two, az environment design elég komoly ahhoz képest, hogy milyen keveset foglal a játék. Meghalt. Bújás, 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 bújás. Kiugrott belőle. Áh, picsám. Ne. Ez az. Szedett élet. Úristen, az a karakter. Mi az te? Szép. Mi a fene ez? Baron? Te vagy ez? Baron a sor.
negyed óráztam. Egy külön élmény. Igen, ez úgy lett volna jó, ha van egy távolsági karakter is. De itt szétbevöltöz minket ez a kicsi. Most azért bukjuk el. Nem jó a két közelharci karakter. Nézzem már milyen karakter ez. Nem ilyenek. Nem. Az is lehet, hogy a fának egy skinje. Mert ugyanúgy a lekötéseket csinálja. Ezt a fát ezt nem lehet megölni. De, kivágtam. Jó. Your team claimed the orb. Nice. Micsoda számuló pörgése van annak a fickónak. Kegyetlen. Egyet kinevítünk. Ne! Á, már láttam, hogy végem, amikor charge-olódott rám az a képesség. A kicsit! Szép. Jöhet a barom. Be kell jönni, mert jön a szartendet. Ezt megnyertük. Jó, menekülőre fogtam. Na, zúzzuk össze az arcát a kis fosadéknak. Ezt megépeltem. Erről van szó. Az orbot megszerezzük. Na, figyelem. I am Thunder!
Legy, azt a kurva. Ez jó volt, izgalmas. Kicsit ilyen puritánabb jellegű a reward rendszer, tehát hogy nincs ilyen csillivilli, hogy kinyílik a lootbox, meg mit tudom én. Tehát ezek a kapszulákon kívül nem nagyon láttam ilyen nagy effekteket, de nem is biztos, hogy baj. Ez így a maga egyszerűségében jó. Volt egy hasonló, amit felraktam egyébként, ami Steam-es raktár, vagy Twitch-es raktárban van, igen. Jól halljátok, van ilyen Twitch-es raktár, amiben játékok vannak, ugye? Olyasmi, mint a Steam. És ott volt egy ilyen beta, amit ki tudtam próbálni, de az nagyon szar volt. Az is direkt ilyen streamelésre készült játék volt, de nagyon kula volt. Az kicsit ilyen, hát PvP aréna, meg talán ez az autós játék, amiben focizni kell. Ezt nem jut eszembe, de na az arra hasonlított. Úgy tudtál pontot szerezni, ha megszerezted a labdát és bevitted az ellenfél bázisába, de közben meg kellett PvP-zni is. Hasonló mód volt egyébként a Lowbreakers-be is, amikor kipróbáltuk, bár ez, az a játék sajnos ez haldoklik. És annak még nem volt sajnos felfutása sem. Tehát az születésbe belehalt az a játék, úgy tűnik. Pedig alapvetően nem rossz, csak az Overwatch mellett semmi esélye nincs. Itt eszembe azt akartam mondani, hogy kreatív téma is hamarosan lesz a csatornán. Mindenképpen azzal is foglalkozok. Meg folytatni kéne az AC-t is. Havonta jönnek majd hozzá ilyen eventök. Most van az első, de ugye max szintű karakterek kell hozzá, ezért én még ezt nem tudom elkezdeni. Emiatt pedig végigfutni nem fogok a játékon, úgyhogy majd a legközelebbi eventen már lehet, hogy részt tudok venni. Mert ugye ilyen patchekkel terveznek behozni neked ilyen eventöket. De nem bántam meg az abszolút a játéknak a megvételét, mert nagyon jó. No. Van velem egy ilyen kobold asszony, vagy ilyen Frozen karakter, vagy mi akarna ez lenni? Gina Pradmore, vagy valami hasonló. Az a fizulti.
Mi az a nagy szar? Ja, így nem tudom. Elszobja a poloskát. Dögölj meg. Gyerünk el az a kis szar. Gyenge volt ez a kis csaj. Ja, hogy ezt tudna így hílelni, de nem nagyon hílelt, ahogy láttam. Nem ezzel kéne kezdeni, hanem a... Adékerivel. Ó, hát ez nem. Ezek összecsuknak bennünket. Nem vágja a kis csaj, hogy ez a békerivel kellene kezdeni. Nem tudom megközelíteni. Jól csinálja az a neutrális állat. Menj az ő után! Nem. Menj a nagy után! Alig volt élete. Semmit nem sebez ez a hal. Azt a ládát. Tetovált outfit. Neka. Okrénak.
Azt hiszem, körülbelül most már tudjátok, miről szól ez a játék, nekem nagyon bejön, úgyhogy lesz belőle még stream, szerintem mindenképpen. Tudjátok, iratkozzatok fel, hogyha tetszik, lehetőség van ingyenesen támogatni engem, az üzenj nekem gombbal, felvillanjon, üzenetben megjelenik az üzenetetek, és akkor tudjátok támogatni ingyenesen a csatornát, hogyha tetszett. Köszönöm, hogy itt voltatok, meg néztétek. Ez lett volna a Battle Ride, és akkor legközelebb jelentkezek egy új streammel. A hétvége folyamán biztos, hogy lesz még egy stream, legalább akarok még egyet. Ez átkerül a YouTube-ra is, oda is érdemes felnézni, hogyha esetleg nem tudtatok streameken itt lenni, hiszen átkerülnek a videók, ott bele is tudtok tekergetni, ami rész tetszik nektek. Sziasztok! Jó éjszakát! Legközelebb! Pá-pá!